Sziasztok! Itt vagyok Európa legnagyobb influencer konferenciáján, a VidCon-on, ami 10 éve indult még Amerikában, Kaliforniában, a legnagyobbak, Casey és a többiek voltak ott. Elhozták Európába, és ide jöttem, mert ugye Magyarországon is van influencer fesztivál, aminek én az egyik házigazdája vagyok. Ennek köszönhetően jöhettem ide, és itt van egy exhibition rész, ami kiállítás. Nézzük meg azt. Először megmutatok nektek mindent, hogy milyen egy nemzetközi konferencia influencereknek, illetve nektek a közösségnek, hogy találkozzunk. Kezdjük el! Óriási azt látni, hogy itt vannak márkák, akik fotózkodnak ezzel az installációval az egyik zenei tévénél az emberek, kint vannak kreátorok, akikkel lehet találkozni, és még megyünk tovább, mennyire durva volt a B-roll-ba láttátok, megfordulok, nézzük, hogy mennyire jó a világításom, jó, egy kicsit kék vagyok. Mellett, hogy én használok Adobe termékeket, ez semmi promó vagy termékmegjelenítés, csak annyira jó az az ötlet, amikor egy márka úgy szeretne valahol megjelenni, hogy ad egy élményt, és nem csak az, mert itt láthatjátok, bemutatják a termékeiket, nyilván azokat a termékeket, amik az itt lévő közönségnek érdekesek, tehát nem a nyomdai vagy illusztrátor dolgokat, hanem a filmnek a vágása, a videóvágásra alkalmas, de ez a három dolog, hát nyilván nekem amúgy nagyon bejött az, hogy csak így állok, és ugye van a buborékba, meg hát ez a kis labdákkal is így belemenni, annyira jó bumeráng is készült, Instán nézzétek meg. És ami az üzenet, hogy ami szakma is legyen, hogy nem az a lényeg, hogy mi nyomjuk magunkat, hanem hogy adjunk egy olyan élményt, ami a mi közönségünknek élmény. Valószínű, hogy nem tudod, hogy mi az a szürke túl, miért van valami ilyen nagy tévével. Na, hát én ilyenen kezdtem el játszani, sőt még ennél jóval régebbinek, de ez is már rosszontunk. Ez az első PlayStation, képzeljétek el. Én nekem még meg volt Commodore-om, Amigám, Sega, az, hogy Xbox, még nem volt, hogy most, hogy PlayStation 4. És ilyenekkel játszottunk. És mekkora ötlet, hogy itt a fiatal generáció ezekkel találkozhat. Mint egy ilyen Kids React. Ez meg a Nintendo 64, ami a Super Nintendo után jött, és pont az egyik kedvenc játékommal játszanak, James Bondnak GoldenEye, mint Pierce Brosnan volt, eltán 94-56, nem is emlékszem. Imádtam, most játszok el egy kicsit. Hát ez óriási ötlet, és itt van a kedvenc játék, Time Crisis. Érted, ilyen volt a Super Nintendo, hogyha látjátok mögöttem, várjál. Ez volt a Super Nintendo, itt pedig lehet játszani egy jetskis programmal, itt a Time Crisis. Hát ilyen volt az én gyerekkorom, és ez a retro dolog, otthon is meg kéne mutatni. Bár egy versenyt is csinálni rá. Ti mit gondoltok? Szavazzatok, írjátok meg kommentben. Most pedig átmegyünk a legnagyobb előadó terembe, az auditoriumba. Gyertek, nézzük meg! Nem tudom,
mennyire jön át így a sötétbe, de itt szerintem több ezer ember fér el, és a tegnapi megnyitón tele volt állítólag, és most még nem voltam itt. Most pedig megyünk fel a következő szintre, mert ez három szintes dolog. Nagyon kemény, nyilván most az Expon voltunk, láttátok a nagy előadó termet, és nézzük, hogy mi van itt. Csak hogy érzékeltessem, ugye ennyi dolog van, de azt nézzétek, hogy mindegyik rétű, hogy hanyas szinten van. 0, 1, 2, 3, tehát igazából ez négy szinten van ez a konferencia. Most megkeressük a harmadik szintet, ami a negyedik emelet. Hogy értékeltessem, ott jöttem fel, amikor beszéltem a mozgó lépcsőn, ott mutattam nektek, hogy mi hol van, és hát ilyen magason most fent vagyunk. Hát azért talán videón is átjön ez nektek. Ez a következő szint. Itt van egy érdekesség, hogy különböző szintek vannak az előadásoknak, és úgy érzem magam, mint amikor egy ilyen riddle-be, egy ilyen megfejtősbe tovább kell menni, ugyanis ahol, amit most láttatok, és ahol most vagyunk, oda az alap badge-el is, amilyen amúgy nekem van, be tudsz lépni. Ez a community. De van a creator, és van az industry, és ezek egymás után épülő szobák, tehát hogyha ide néztek, akkor itt látjátok, hogy oda, azon túl, ahol az őr van, oda én már nem mehetek, és azután is van egy, és ez is nagyon jó rendezésileg, hogy mindenki tud lenni mindegyik helyen, és akkor egyre szűkebb a tölcsér. Most leültünk kajálni, annyira durván nagy ez a hely, megmutatok egy timelapse-t, és utána pedig az esti bulival egy timelapse-el összekötöm a kettőt, ott találkozunk. After Party-ban, és biztos, hogy nehezen fogtok hallani, mert óriási a üvöltözés, zene, de innen fogok elbúcsúzni, itt vannak kreátorok mögöttem néhány gyönyörű bírollal. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha nem találkoztunk még, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, lájkoljátok, gyertek át Instára is, és nézzétek meg az Influencer Fesztivált Magyarországon, hogyha nincs lehetőségetek Londonba, vagy pedig Kaliforniába elmenni a VIP-onra. Amennyire én látom és beszélgetek az Influencer Fesztivál szervezőivel, elég erős lesz az idei line-up ősszel. Sziasztok!